Az allergiás sokk, azaz az anafilaxia, a szervezet túlzott reakciója egy általa veszélyesnek vélt anyagra. Az anafilaxiás sokk gyakoribb kiváltó okai közé a rovarcsípést, az élelmiszereket és a gyógyszereket soroljuk. Súlyos esetben ilyen sokk esetén leállhat az érintett légzése és keringése. Ezért fontos, hogy megfelelő időben és megfelelő módon reagáljunk a kialakult helyzetre. Erre az esetre nyújt ellenszert az EpiPen injekció, melynek junior változata életmentő lehet allergiás sokk esetén a kisgyermekek számára. Idén az önkormányzat és a Váci tankerület segítségével minden Buda Kalászi Nevelési Oktatási Intézményben elérhető lesz az allergiás sokk elleni injekció. Mindenképpen szeretnénk abban elősegíteni az intézményeinket, hogy még nagyobb biztonságban tudjanak a gyermekeinkre vigyázni, és ennek részeként szereztük be ezeket a készítményeket. Azt gondoljuk, hogy ez a szülőknek is egy megnyugtató, ugyanakkor az intézményben dolgozóinknak is, hiszen hogyha baj van, akkor nem tétlenül állnak és nézik, hanem tudnak segíteni, amíg megérkezik az orvosi segítség. Alapvetően úgy indultunk, hogy az összes budakalászi oktatási nevelési intézményben fogunk adni. Közben a tankerület megkeresett minket, hogy az iskolákat ők el fogják látni, ez meg is történt, úgyhogy Budakalász az óvodákba, bölcsődékbe juttatta el ezt a készítményt. Illetve megkértük a házi orvosunkat, dr. Tordas Dánielt, aki készséggel jelentkezett arra, hogy segít abban, hogy az intézmény dolgozóinak tart egy olyan előadást, egy bemutatót, amiben segít, hogy mikor, hogyan lehet felismerni ennek a soknak a tüneteit, és hogyan kell alkalmazni a készüléket. Ezt a visszajelzést kaptuk az intézményektől, hogy nekik úgy lenne ez igazán megnyugtató, hogyha maga a készítmény mellett, meg az online elérhető oktatási anyagok mellett lenne egy olyan lehetőség is, ahol egy orvossal tudnak ez ügyben konzultálni. Az EpiPen injekciók elérhetősége azért is fontos, mert olyan gyermekeknél is előfordulhat az allergiás sokk, akiknél eddig nem merült fel ez a kockázat, így nincs náluk saját készítmény. Az önkormányzat és a Váci tankerület összehangolt beszerzésének köszönhetően a budakalászi pedagógusok felkészülten, a diákok pedig biztonságban kezdhetik meg az idei tanévet. Mivel nincs életkorhoz kötve az ételérzékenység kialakulása, ezért nagyon sok szülő lehet, hogy eddig nem találkozott vele, esetlegesen találkozhat a bölcsödébe. Nekünk erre is fel kell készülnünk, az ismereteket orvosi szempontból is, a gyerekorvosokkal való kapcsolat nagyon fontos a bölcsödének, hogy ő is tájékoztasson arról, hogy a gyermek egészségi állapota milyen, mi a szülőkkel, és esetlegesen a szülői értekezleteken felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy előfordulhat ilyen, mi készen állunk arra, az önkormányzat támogat bennünket abban, hogy EpiPent biztosít nekünk, tehát nyugodtak lehetnek, mert a segítségnyújtás és az injekció a rendelkezésünkre áll. Itt a bölcsödében mi körülbelül egy évvel ezelőtt találkoztunk egy gyermek esetében az EpiPen injekcióval, ahol még abszolút egyéni módon történt a szülőkkel, a családdal a tájékoztatás, kapcsolatfelvétel, illetve az oktatás, hiszen a szülők voltak azok, akik a videón, illetve a szemléltető eszközön keresztül megmutatták, elmondták, hogy hogy is kell használni az EpiPent, mire való, mi a célja, illetve a gyermek esetében hogy kell használni. De sajnos országosan is egyre többet halljuk azt, hogy egyre több gyermek tragédiával egyre több gyermeknek tragédiával végződik az élete, akár egy torta vagy egy darázscsípés esetében, és éppen ezért, hogy a gyerekek, ártatlan gyermekeknek az életét védjük, az önkormányzat megkereste annak a lehetőségét, hogy hogyan tudná az intézményeiben, az intézményben járó gyerekeknek ezt a tragédiát elkerülni, és így utána járt, hogy hogyan tudná az EpiPen injekciókat biztosítani. Nagyon fontos, hogy a bölcsödében a szülőkkel való kapcsolat az egy bizalomra épülő és kölcsönös tájékoztatás, segítségnyújtáson alapuljon, hiszen hogyha mi nyugodtak vagyunk, ha a szülő őszintén nyíltan elmondja a problémákat, és a szülő is megnyugszik, ha tudja, hogy jó kezekben tudja a gyermekét, mert bármi történik vele, az azonnali telefonhívás, kapcsolat, segítségnyújtás, tünetek kezelésétől kezdve azonnali telefon a szülő felé termékezik.
természetes. Eddig a szülőknek kellett biztosítani a Budakalászon a megfelelő orvosságot allergiás vagy ételérzékeny gyermekük számára. Valamint gondoskodniuk kellett róla, hogy az injekció a gyermeknél legyen, a pedagógusa pedig tudja azt használni. Kovács Noémi kisfia most lesz óvodás, de már régóta az életük része az EpiPen Junior. A kisfiam nagyjából ilyen másfél éves múlt, amikor az első tünetek jelentkeztek. Előtte egyébként a teljes hozzátáplálást végigvittük mindenféle gond nélkül, úgyhogy nem is gondoltuk, hogy valami ilyesmivel fogunk szembesülni. Nagyjából másfél éves lehetett, tulajdonképpen az anyatej elhagyása után kezdődött, amikor megjelentek különböző tünetek egy-egy étel elfogyasztása után. Ezek jellemzően ilyen borsó, bab, kukorica voltak, amiket először észleltünk, és ezután, amikor elfogyasztotta, utána egy olyan durván 5 perc múlva csalánkiütések jelentek meg az arcán. A legerősebb reakció az volt, amikor bedúzzadt a szemhéja, kicsit bedagadt az ajka, és erős nyáltermelés indult meg nála. Az volt a sárga borsó esetében a legerősebb reakció. Szerencsére az anafilaxiáig nem jutottunk el, de ekkor indultunk el az allergológus irányába. És ugye az anafilaxiára a megoldás ugye az adrenalin injekció, az EpiPen, az ő esetében az EpiPen Junior, ugye 30 kiló alatti gyermekek esetén a Junior, felnőtteknek pedig a sima EpiPen, ami alkalmazható. És akkor kaptuk allergológustól az EpiPent. 2 darab kell belőle, ugyanis be kell adni az elsőt, amikor jelentkezik az anafilaxia, és 15 perc múlva a másodikat, hogyha nem elég ez az adag. És ugye nagyon fontos, hogy először az adrenalin injekciót kell beadni, mert ugye életveszélyes rohamról beszélünk, és utána kell csak ugye a mentőket értesíteni. Szerencsére nekünk még élesben nem kellett használni. Ugye az allergológus kiképzett minket, tudjuk, hogy kell használni az eszközt, ezt ugye továbbadjuk a bölcsödébe, illetve ugye most óvodában folytatja a gyermekünk a pályafutását, pont ott is már beszéltünk a pedagógusokkal, és ők is megkapták a szükséges információt ezzel kapcsolatosan, hogy kell használni. Úgyhogy emiatt nagyon hálásak is vagyunk a bölcsöde minden munkatársa irányába, hiszen nyitottak voltak, és nem zárkóztak el, hogy akkor egy ilyen súlyosabb, allergiás gyerek járjon ide. És ugyanez az óvoda, úgyhogy eddig csak jó tapasztalatunk van. Mindenképpen fontos a jó kapcsolat. És hogyan történik az átadás? Tartottunk egy ilyen rövidebb megbeszélést, úgymond, és ott hoztam, most is van élesben egy EpiPenünk, azt lehet, hogy már ismerik. És van hozzá egy oktatóeszköz, ez úgynevezett oktatótól, amivel ugye lehet demonstrálni, hogy hogyan kell alkalmazni magát az EpiPen injekciót, hogyha esetleg arra kerül a sor. Ez ugyanaz, csak nincs benne az adrenalin, de ugyanaz a működési folyamata. Átbeszéltük, hogy milyen tünetek jelentik az anafilaxiát, mik az enyhébb tünetek, mik a súlyosabb tünetek, mikor mit kell csinálni, elég az antihisztamin, vagy egyből adrenalin injekciókkel. Néztünk videót is, az EpiPen oldalán elérhető videó az alkalmazásáról, úgyhogy átbeszéltük a nyitott kérdéseket, és így átadtam a szükséges tudást. A bölcsödések és óvodások körében még nagyon fontos a felelősségteljes, felnőtt segítség, hiszen önállóan még nem tudnak figyelni érzékenységükre. Ahogy látom, ugye ennek a célcsoportnak, úgymond az anafilaxiásoknak is van egy ilyen kis zárt közössége, és ott is rengeteg gyereknél tapasztalom, hogy ahogy nőnek, ez annyira tudatosodik bennük, hogy nem lesz ezzel gond. Ugye az én kisfiam most 3 éves múlt, de ahogy nő, ő benne is egyre jobban tudatosodni fog, hogy kerülje azokat az ételeket, mindig legyen nála az EpiPen, és ugye ő is majd idővel megtanulja, hogy hogy kell alkalmazni saját magán, hogyha már elég nagy lesz hozzá. Ez idővel szerintem így kialakul. Ezentúl nem kell aggódniuk a budakalászi szülőknek abban az esetben sem, ha eddig még nem állapítottak meg allergiát a gyermeküknél, hiszen esetleges sok esetén az intézményben elérhető lesz az EpiPen Junior. Az anafilaxiás sok felismeréséről és az injekció helyes beadásáról dr. Tordas Dániel tart előadást az intézmény pedagógusainak, hogy megfelelően tudjanak reagálni sürgős helyzetben, így minden budakalászi kisgyermek biztonságban kezdheti meg az idei tanévet.